Nekem ez degradál. De vissza számba. Beüljek mögéd a te videód, és beültem a szánodba. Hello mindenkinek, én Sallai vagyok, és itt vagyunk a Bazilikánál a karácsonyi vásárban, és itt van velem Rókaland Adrián, hello, akivel együtt most, hát a végigkóstoljuk erős szó, mert maximum 3 ételt terveztünk ma megkóstolni. Azért ezt a bazilikát választottam tulajdonképpen, mert mi előre leszpoilereztem, hogy hol mik vannak, és valamiért ez sokkal szebb, sokkal jobban el van rendezve, és nekem változatosabban tűnt a választék, vagyis hát így több dolog van itt, mint ott. Nektek is van egy olyan berögzülésetek, hogy mindenhonnan kell karácsonyi bögrét vásárolnotok, akkor semmiképpen se a bazilikánál tegyétek meg, hanem a Vörösmarty téri vásárban. Az én nézőim nem ilyenek. Ja? Akkor semmi. Kóstoljunk. Egy számban ülünk, és Adrián kellemetlenül érzi magát. Szerintetek kellemetlenek vagyunk? Írjátok meg a komment. Nem, amúgy már egyre jobban érzem magam, és pont ezért azt akarom elmondani, hogy nem fontos ám itt enni. Tehát, hogy azt is lehet csinálni, hogy az ember csak kijön, lődörög, nézi a sok külföldit, elirigyli tőle, hogy mennyi minden finom ételt tesznek. Próbáljuk meg túltenni magunkat az infláción, az áremelkedésen. Egy kicsit morogni fog rajta mindenki, apa, anya is, brummognak egyet. Te is, én is. Én hiszem, sírtok egyet otthon, amikor meglátjátok, hogy pedig nem laktatok jól, de azért ráment egy heti kajapénz, ráment. Nem érdekes, érezzétek jól magatokat, nem? Vagy ez most a lezárás már? Ez már a lezárás. Nem, ez nem a lezárás. Köszönjük, hogy ne néztetek ezt a videót. Nem zárhatjuk le a faszámba ezt az egészet, de tényleg nem. Szálljunk ki a faszámból, mert ez... Mondjunk pozitívat is, nem? Ingyen volt a kenyér. Igen, hogy a 4500 forintos ár mellé nem számolták fel pluszba a tejfölt és a kenyeret. Ez nagyon kedves dolog. Igen. Íme, így néz ki egy 4500 forintos töltött káposzta. Amúgy szép a nagy batár. A bazilika előtt. Nem? Szép a batár, igen. Szebb, mint gondoltam. Igen? Én sokkal kisebbre számítottam. Meg így a fejemben egy fele ekkora töltött káposzta lapul. Mármint, hogy a gondolataimban. Ez olyan, amit a nagymamám szokott készíteni. Ő csinált ilyen két marékkal töltött káposztát. Meg most akkor hogy lesz, hogy most elmondod, hogy szerinted milyen, és akkor befolyásolsz vele? Dehogy mondom el. Gyere, készülj. Amúgy én kanállal szoktam enni. Így akkor még több evőeszközt tudtunk elpazarolni. Oké? Nem mondj semmit. Semmit. Jó? Erről beszélünk. Hát ez egy töltött káposzta. Talán nekem itt a káposzta része túl vastag, túl rágós? Nem igen? Tudom. Nekem lehet, hogy csak rossz pontot választottam. Amúgy nem is néz ki túl bizalomgerő. Hát az a helyzet, hogy van azért hátránya annak, hogy kinnál egy napja az étel, nem? Szóval, hogy van, amit nem tudsz újra melegíteni. Bár a töltött káposztára mondják, hogy az mondjuk újra melegítve jó. Milyen ugyan, eres, finom. Eres a káposzta. Én abban nem is eszek akkor, igen. De pedig nem tudod, mit hagysz ki. A mellette lévő káposzta az teljesen jó. Amúgy tényleg meglepően nagy. Finom, most és nagy. Szó lesz még róla, de a Vörösmarty téri vásár a kedvencem. De ott mintha kevesebb lett volna tavaly. Mármint, hogy kisebb adag? Bevallom, de, ja, igen, és amire rájött Adrián, hogy ezt a két vásárt amúgy most ugyanaz szervezi jelenleg. És, de nem biztos, ezt de amúgy én is olvastam valamit, csak nem tudom, hogy melyiket nem szervezi az, aki tavaly, és melyiket... De azt talán azt a térit... Azt adta vissza az önkormányzat. Ja, azt az önkormányzat szervezte. Akkor ugyanazt szervezi... Uh-huh. Igen, és... Ez, mint azt. Szóval mindegy, hogy hova mentek. De amúgy nem mindegy. Nem mindegy, mert van, ahol 300 forint, meg 100 forint különbségek vannak, meg az Adrián bögréje sokkal szebb, amit onnan szerzett. Elnézzük a 4500-as árat, de hát... De száj lesz, mert mondj olyan helyet, ahol most olcsó a kaja. Például az óbudai karácsonyi vásárban, ahol kb. Minden fele annyiba kerül, mint itt, amiről szintén készítettünk is egy videót a Rókaland YouTube csatornára, amit megtekinthettek ezután a videó után. Szerintem amúgy az árak rósztolását azt le lehet annyival tudni, hogy vásár. Minden drága. Az olyan ebben, hogy pont akkora adag, hogy amire a végére jutsz, biztos, hogy hideg legyen. És még mindig nem hideg. De mondjuk még mindig nem hideg, de ki fog hűlni, az biztos. Szóval lehetne egy hütte, ami mondjuk nem zárt körül. Ez egy jó étel. Ez egy jó étel. Ez egy jó étkezés volt most. Ez egy jó étel. De
tényleg legalább izé, lennék ittas, nem? De nem. Ez csak én vagyok, józanon. Nagyszerű, ki se jön. Tényleg, nagyon tetszett. A Hungarian Street Food Bódénál nagyon kedvesek az emberek. Jó volt a kiszolgálás, azt mondták, hogy csak ilyen kitelepülős verzióban nyomják ezt, ugye ez egy ilyen waffel. Sós waffel tésztába, csirkemell, sajtszósz, sült krumpli, halapenyó, káposzta, egy kis káposzta, saláta. Tábla mutatja, hogy ugye ez 3500. Kétszer rá van írva, tehát kétféle. De ez valahogy 5000 lett. Hát igen, meg kértünk mindent. Nem tudom, hogy a sajtszósz volt akkor egy plusz ezres. De hát olyan választék is volt, hogy sajtszószos, meg olyan, hogy barbecue-s, meg olyan, hogy izé, nem. De mindegy, nem hogyha tudom. Mindent akartok enni, akkor ez 5. Kóstold. Kóstoljuk meg 5000 fontos sült krumplit. Elég is sült krumplis. Muszáj lesz amúgy majd beleharapni is. Aha. Ami undorítóan fog kinézni. Én már azzal lehettem magam, hogy elhoztam idáig. Figyelj, azt mondom neked, hogy én nem üzélkártelek, kimondom, hogy a tölcsibrének van még hasonlója. Csak ott krumpliért szerintem nachos van. Van olyan verzió is. Szóval ilyet, ha valaha is akar, összetebbét, hogy rendelnétek, soha ne tegyétek, mert átázik az egész a fenébe, mindenki hozzák. Szóval én nekem még nem volt pozitív tapasztalatom a tölcsibével. Ezzel a helyen még nem találkoztam. Bele így kell harapni. Frissen készült minden, tehát ez a kis tölcsérszerű dolog is. Jó, van beleharapok. Azt hittem amúgy, hogy ez kicsit azért keményebb. De olyan, mint egy palacsintatészta, úristen! De amúgy megértem. Ezért lettem lemele magam. Mert így... Igen, mert ez ilyen palacsintatészta. Azt hittem keményebbre sül, vagy valami. Nem. Azt hiszem amúgy a tölcsibés keményebb. Én úgy emlékszem rá. Amikor azt mondták, hogy sós, hazudtak. Valamint, ha egy palacsintatésztába harapnék. Komolyan? Uh-huh. De jó, hogy nincs már Covid, nem? Igen. Nyugodtan eltünk egymás igen, után. Igen. Nagyon nagy szerencse. Mi szerencse még, hogy 5000-ben nem fér bele kettő ilyen? Mert Covid helyett infláció az új barátunk. Ezért leszünk együtt. Ez régen még két külön videó lett volna, de most már egy. Na, hogy nem rossz. Nem rossz. De hogy nem rossz. Nekem amúgy ízlik. Megmondom őszintén, hogy ami miatt ezt a bazilikai karácsonyi vását választottuk, az egyik étel az ez volt. A másik meg mert sokkal szebb, szerintem. Szóval, hogy ilyen nem szokott lenni általában szerintem karácsonyi vásárokban, szóval ez egy különleges dolog, attól függetlenül, hogy meglepő az ára is. Hogyha ez a tölcsérben mondjuk édes dolgok lennének, amit terveznek is, mint ahogy mesélték, az sokkal jobban ízlene nekem. Az első pillanat, mikor harapom, ez most egy valami palacsinta lesz, kakaós, nutellás, barackos? Nem bazd meg, sajtszószos csirkés. A halapenyó nem csíp, hála a nyakon öntött sajtszósznak. Ne kérjetek bele halapenyót. Semmi értelme, hogy ott van. És lehet, hogy 500 forintba került. Reméljük ezres volt. Hogy végképp ne. Egészség. Vagy kérsz? Nem. Ez nem az a megosztós kaja, nem? Pont, hogy megoszt minket ez a kaja. De tényleg, tehát, hogy az, amit most csinálsz, azok után, hogy legyek vele? Mert a szósz átáztatta teljesen, pedig még meleg. Végig kell szenvednetek, hogy én ezt megeszem, mert nem lehet megenni. Azért nem, mert mi ez a papír? De figyelj, 5000 forint, add már meg a papíros részét is. Légy úgy szíves. Elvon. Eszek még egy kis kenyeret. Ez legalább ingyen volt. Szerinted kimondhatom a nevét? Mi a néger csók? Szóval vettünk ilyen csokikat, ezért... néger csók. Te nem videózhatsz után. Csokis, tudod, hogy ez volt az utolsó csokis videód. Csók. Csokis csóknak csok... hívják. Vettünk csokis csókokat. Én fehér csokis mandulás mézeset, te Adrián, te egy rumos mazsolásat, és akkor még van kedves operatőrnek egy édcsokis mánás. 900 forint darabja, ez a legolcsóbb tétel a fesztivál, amit kaphatsz. A víz 800. Visszatért ez az előző ételnek Ostyalap. Az osztjára. Tudtad amúgy, hogy a néger csók az dán eredetű édesség? Dán csók? Tudtam, hogy ezt fogjuk csinálni, de annyira kell ezt amúgy. Az nekem kell ez. A hokan? Kétféle ember létezik. Akik fölülről halapja, és akik keresztben így áthalapja. De hogy fér bele a... arcodba. Ez? Olyan, mint egy téli fagyi. Amúgy igen. Ez a belső rész is ízesítve van. Tehát ha mondjuk epreset választotok, akkor epres ízű ez lesz. Ez mézes.
ez meg rumos, úgyhogy már egy kicsit azt érzem, hogy közelebb vagyok az ivás. Az italodhoz. Nem akkor nagy szám, ha mit tettük a bazilikánál, akkor kipróbálhatjátok, de ezért, csak ezért ne gyertek. Én amit kértem, az nem más, mint egy Jack Fire megáldott forralt bor. Ezt most dolgozzátok föl, tehát, hogy forralt bor, amiben még töményet öntenek. Hát igen, szóval 2 cent Jack Fire van benne, ugye az a fajas whisky, amit szeretek. Most ez mi? És ilyen nagyon rossz arcú emberek húzzák. Azért jön ez a karácsonyi hangulat, nem? Teljesen jön. Figyelj, le kell tisztítanod magadat. A bajszomat? Hát igen, úgy érzem, hogy ez a néger csók, ez megérintett rendesen. A néger csók nincs jobb a nósév novemberrel. Decemberben ajánlom csak ezt. Figyelj, abba hagyjuk a pofázást, arról hogy miket iszunk. Az enyém almali, ilyen forralt, almali fűszerekkel és ginnel. Van benne neki palma? Nem. Egészségünkre. Meg szegfűszeg. Mi az Isten az? Csillagánizs. Az. Nekem ez miért nem jutott otthon eddig még eszembe, ez hogy gyümölcslébe tegyek töményet? Megkóstolod ezt? Meg. Csak be kéne baszni és megkóstolod? Ezt azért meg, persze. Fú, ennek nagyon furcsa illata van. Amúgy ennek jobb illata van valóban. Ez de forró. Amúgy nagyon finom. Vagy be, az se rossz. Nem rossz. Ez amúgy édesebb, ilyen almás. Ja, mondom, hogy ez 2500 volt ez a... Ez 1009, ez de ugye itt... De ez egy deci különbség van a kettő között talán. Nem, az egy deci az túlzás. 5 cent, ha jó hiszem. Van, valami van. Szerintem ne együnk többet. Ígyunk. Na várj, én megkóstolom az operatőrünknek a... Tényleg? Piáját, igen, beleiszok, persze, én is szoktam. Itt a várj, még itt van egy grog. Az alkoholmentes, az kit érdekel? Van grog. Kóstolót kaptunk. Alkoholmentes, sajnos. De biztos, hogy az? Bólogat. Igen, de már kicsit ki is hűlt, mert ugye kevés volt benne. Jó amúgy, de... Lapozzunk. És akkor itt van, ez pedig Jack, almás Jack-kel van ugyanúgy forradt bor. Nézzük, hogy melyik a jobb. Szerintem amúgy lehet, hogy ez lesz jó. Ez kicsit jobb, finomabb, mint az enyém, amit én választottam. Jó. Szóval ez a Jack Apple-ös forradt bor ajánlat kipróbálni. Először poénból az volt, hogy veszünk egy lazacosat 6000-ért, de ez egy drága poénnak bizonyult. Aztán gondoltuk, hogy maradunk a hagyományos sajtos tejfölös lángosnál 3600-ért. Azt hittük poén. De így sem, ez sem annyira poén, nem? Ez így nem poén. Na nézzük. Jó, figyelj! A méretre nagy. Ránézés is olyan, amitől legalább jól laksz. Nem tudom, hogy felezzük. Eltépjem? Kezd el. Meleg? Hát éppen. Ú, de jó hangja volt amúgy. Kedves nézők, hallották, milyen jó hangja volt? Ízre nem rossz. Olyan lángos íze van, nem? Olyan, mint amikor csinálnak így lisztből egy tésztát, és az ki... Még? Na jó, még? Egyen csak. Tök. Semmi baj. Óriási. Vele. Mind meleg, vastag a tésztája, vagy vékony, vagy tökéletes? Nagyon jó kérdések! Újnyi vastag a tésztája, mint ilyen hüvelykúj. De a tiéd? Az enyém. Jó? Hát amikor megkaptam, meleg volt, amint idehoztuk már ilyen nem annyira. Rengeteg rajta a feltét, tehát hogy azért azt szerintem látszik, hogy ennél több sajtot nem lehet rátenni egy lángosra. Nincs az az érzésed legalább, hogy lespóroltak volna bármit róla. Nem spóroltak le. Minden rajta van, aminek kell lennie, és igen, egy vásárban vagyunk még mindig, ahol igen, még mindig drágák a dolgok, pont. Nem is tudom amúgy, én, hogyha most választanom kellene, a töltött káposztát választanám. Mm-hmm. Szeletkenyérrel, plusz tejföllel, óriási adag volt, nagyon jó házias íze volt. Olyan, amire azt mondanám, hogy lenne kedvem újra enni. Szóval, hogy... Lángos nyáron éltek szerint. Gyorsan hűl a lángos. Csak ennyit mondok. Ott egy sokkal jobb szám. Ott egy sokkal
ott még egy Mikulás is van benne, nem fogunk oda belőni, nem, de nagyon, mert oda raktak egy szemetes zsákot, most már nagyon rossz lett. Na hát ennyi volt mára ez a Bazilikánál lévő karácsonyi vásár, hát ennyi szót érdemelt. Drága, ezt mindenki tudja, ételek okésak szerintem. Italok még jobbak. Italok sokkal jobbak, tehát tényleg itt vannak azért olyan dolgok, amik máshol nincsenek szerintem, ilyen viszkis forradbor, rumos forradbor, dzsines forradbor, alma. Rumos, habcsókos, négercsók, minden van. Meg szóval, amúgy szép, nem? Szép, nagyon szép. Tehát, hogy ez szerintem szép, idén is. Mint a Vörösmarty tér szerintem. Lehet kártyával és készpénzzel is fizetni, a másik én csak kártyával lehet. Igen. Másik én szebb a bögre. Kinek kell bögre, őszintén megmondom. De itt lehet kapni divinós sapkát, úgyhogy... Itt van 3 divinós stand is, ahol lehet kapni divinós sapkát. Amúgy úgyis jól lehet magad érezni, hogyha nem kajálsz itt. Tehát tényleg igyatok, meg nézzetek szét. Tényleg szép. Azt mondom, szép. Meg amúgy a kézműves felhozatal, jó. Azért itt is van. A Vörösmarty téren talán az jobban megjelenik, hogy erre külön kellett pályázni, és itt tényleg csak kézműves termékeket lehet árulni, hogyha valami ajándékot szeretnétek nézni, akkor akár szerintem itt is érdemes. Láttam facsokornyakkendőt. Például. Hogyha érdekelnek hasonló tartalmak, akkor az Adrient kövessétek, ne engem most, jó? Most a Rókaland csatornát. Vagy használjátok a Volt kocsalait. Ha nem itt szeretitek enni drágán, hanem mondjuk otthon melegében 1500 forinttal olcsóbban, akkor van még a Volt kocsalai, mint opció. Én arra szavazok. Van leírásban egy TikTok és egy Instagram link, meg egy Volt kód és az Adrián csatornája. Tényleg? Ott van. De jó. Hello. Mindig is ott volt. Persze. Sziasztok. Jó lesz, összevágod. Kit érdekel? Tudok vágni amúgy. Na, ügyes vagy, jó van. Köszönöm.